És köszöntök szépen akkor mindenkit a ma esti livestreamben, és hát ismételten ugye folytatva a Need for Speed nyarat, hát a Need for Speed Hot Pursuit 2 már a hetedik része. Jó sokáig tart egyébként ez, és ha bár tény, hogy a Gran Turismo 3 az eddigi leghosszabb játék, ami nem is tudom már 20-valahány streamer rendelkezett, hát azért még tényleg ez eltörpül, viszont most ugye tényleg hetedik alkalommal nyomom ezt a játékot, és hát azért van még mit tenni, mert hogy ugyebár tettem egy kis kerülőt, hogy ugyebár ezt a 12. versenyt nem csináltam meg, hanem egyből inkább ugrottam a 13-ra, mert ez rövidebb. Így hát akkor nézzük a 12. versenyt most már a Hot Pursuit játékmódban, vagy hát ugye ez a Ultimate Racer, és bizony ugye itt ez, ha jól látom, ez lap knockout verseny, úgyhogy ez picit jobb, mint a, milyen volt a, hát mondjuk amilyen ugye a race knockout, ami kicsit azért hosszabb ennél, a lap knockout azért viszonylag rövidebb. Na de hát akkor csapassuk is, és akkor kezdjük el a mai streamet. Úgyhogy lássuk akkor ezt a lap knockoutot, a 12. versenyt itt a Ultimate Racer játékmódon belül. Mit is fog ezt tartogatni, és hát ugye Hot Pursuit mód, hát nyilván valamit most a rendőrök sem maradhatnak ki ebből a csodás versenyből. És már csak a kérdés az az, hogy lesz-e forgalom is mellé vagy sem, hát illetve ugye aztán ki fognak esni itt a versenyzők is egyúttal. Úgyhogy természetesen itt most az utolsó hely abszolút egy megengedhetetlen dolog. Mindenképpen el kell érni az első helyet, ott igen. Jó, ez egy picit érdekes volt. Mert hogy én tök random mód elkezdtem farolni. Így elkezdett jobbra húzni az egész. Mondjuk lehugyoznék, hogyha most szarna be a kontroller, hogy most ugye megint ismételten a PS5-ös kontrollert használom, mert amúgy tök kényelmes. Úgyhogy nem kell vezetékhez foglalkozni, meg minden. És tényleg egyébként kényelmesebb. Meg hát ráadásul ugye hát PS2-es játék, így ezért a PS kontroller az egy picit jobb. Tehát egy pillanatra most, nem tudom, elvesztette a jelet, vagy valami ilyesmi. Csak hát mondjuk mit tudom én, egy ilyen eléggé komolyabb menet, ugye ne nagyon akarjon jelet elveszteni. Jó van, hát ez a rendőr, ez még jól el lesz magának. És hát igen, ugye meg annyi autó van itt most a környékem. Hoppá, közben ugye útzárat is most már raknak. Hát ugrom. Nem. Jó van. Uha. Igen, most úgy érzem, hogy egy kicsikét azért hülyéskedik a kontroller. Hát annyira nem jó. Lehet, hogy fogok csinálni egy útközben egy cserét. Eljön csak. Ezt lehet, hogy... mert igen, mert tényleg most valamennyire nem akar reagálni dolgokra. Na pillanat. Akkor ezt orvosoljuk. Azzal. Akkor marad a vezetékes. Na hát... vagy legalábbis nem tudom, hogy vezetékes módszer ez mennyire működik. Elfogadja-e?
Bár valószínűleg Bluetooth-on volt, így nem biztos. De mindjárt meglátjuk. És nem? Haha. Jó, hát semmi gond, akkor... Én összehozom. De akkor legalább a lényeg, hogy... akkor ez most összejönni. Marad a vezetékes kultúr. Tehát általában, hogyha egyből észrevesz, akkor nem okoz neki problémát. Csak remélem, hogy nem kell. Aha, aha. Jaj, technikai gigszer, úgyhogy akkor pillanat. Tehát szóval itt van ugye ez a 12. verseny. Ami gyakorlatilag csak egy lap knockout verseny. Ezt eddig tudjuk. Mégsem gondolt egyet a kontroller, és azt mondja, hogy nem működik. Úgyhogy nagyon nem vesztettünk sok mindent, csak gyakorlatilag egy másfél percet. Nem tudom, na mindegy. Én nem 3 percet, mert tényleg ugye ma valahol most a kör vége fele jártam. Úgyhogy nagyon jó. Na, szóval előfordulnak ilyen technikai bakik. Tehát még ugye észrevehető volt az, hogy így a podcastes tagok közül általában nekem meg Ádámnak szokott problémája lenni, és még ugye Ádámnak digi probléma, mert Székesfehérvel meg van átkozva a digivel, vagy én nem tudom, vagy az internettel önmagában, én meg vagyok átkozva a Windows 10-zel, hogy mindig van valami, ami nem akar működni, alá Windows 10-nek hála. És én azért szoktam a Windows 10-et úgy szívni, mint a bokorost. Még jött is a kérdés még egyébként felém, hogy miért utálom a Windows 10-et? Azért, mert mindent elcsesz. Nincs benne jó. Mindent itt lehet elbasz. Na, de most már jók vagyunk, úgyhogy most már ugye megyünk tovább, tehát már látni lehet itt a masszív üldözést. Ja igen, és most már úgy zárus van. Eléggé gyorsan ráadásul. És úgy látom eléggé szar helyem. Hát, nem szar helyem. Pont, hogy jó helyem. De ezt fogom és most kikerülöm. Jaj, most már helikopter is jön, hát ez teljesen jó. Mondjuk a 4 csillagot eléggé gyorsan elértem. De hát ne feledjük, tehát ez lap knockout, van 3 ellenfél, és ennek a 3 ellenfélnek ki kell esnie minden egyes körben. Ergo 3 kör van szerintetek, és már első körben helikopter. Szerintem egy kicsit gyors a játék. Anyád, ez meg mekkorát ugratott már? Hagyjuk már ezt. Boom. Upi! Na hát ez belevezetett bizony. Miért nem játszottad a payback-et? Nagyon jó. Ilyen szóval egyébként a Payback nem volt rossz játék. És pont ez volt az érdekes, amikor megjelent, hogy még kedves IGN hogy lehúzta a rákba, tehát totálisan lehúzta. Nagyon kevés pontot adott meg minden. Addig a játékosoknak a... egy része. Azért azt mondta rá, hogy jó. Ja, és ezt viszi a kártya. Hát, hát tudod? Végén kiderül, hogy az NFS jobb, mint a FIFA. Vagy ez egy kicsit erős. Roadblock is in place. 28 county, I'm out of commission.
Most nagyon jó, hogy a rendőrök úgy állnak, hogy itt ki lehet kerülni. Jaj. Én az új a búdzár. Igen, pedig mindkettő ilyen játék egyébként, ez durva. Jöhet egyébként az a poén, hogy két szar közül melyik a jobb. Bár mondjuk a jövő évre most már marha kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Eskü. Ugye lett volna idén, csak aztán most amiatt csúszik egy évet, hogy a Criterion az most besegített az új BF-ben. Remélhet, hogy most egy évet csúszik az új NFS, de marha kíváncsi leszek egyébként arra, hogy milyen lesz. Na, hát természetesen most elkaptam egy hordót. Ott az út záram. És ez szöges ráadásul, de ezt olyan szépen ki tudom kerülni itt oldalt. Ők azt most így elmondom, az biztos igaz, hogyha jövőre megjelenik az új NFS, akkor 1000%-osan tolni fogom. A szinte tuti, már csak azért, mert tényleg marha mód kíváncsi leszek arra, hogy milyen lesz. Ezt meg jól láttam, hogy pont elkapta a rakétát a rendőr. Tetszik a törésmodell? Pedig emléletek pont azt mondják, hogy na a törésmodell abban a játékban pont a régi gyenge. Csak az a helyzet, hogy ez valahol érthető. Mert ugye ez az, hogy ha van licensz, tehát licenszelt autók meg minden, akkor ugye ez az, hogy jújjúj! Az közel volt. Szóval, általában az szokott lenni, hogy akkor olyan, hogy kicsit butítják a törésmodellt. Hát mondjuk érdekes, mert ugye itt is azért mondhatni butulva van, bár ez meg inkább amiatt, hogy akkor még nem igen lehetett nagyon jó törésmodellt összerakni. Nem fog kijönni újabb Hot Pursuit Remastered, de szinte tuti. Hát ezt most megcsinálták, és most itt kb. Ennyi, úgyhogy jövőre már új NFS lesz rendesen. Csak már nem a Ghost-tól. Az a baj, hogy igen, tehát a legdurvább az, és ti megnézve az NFS szériát, tényleg a leggyengébb NFS-ek most mit a Ghost csinált. Ami itt most a legutolsó részek voltak. A legutolsó három inkább. Mert ugye a Rivals az ilyen félig a Criterion meg a Ghost. Által összerakott. Hol a Spike? Középen tökéletes, azt ki tudom kerülni. És annyira az még nem volt gáz, csak eléggé már egy síkú volt egy picit, hogy ott volt a Hot Pursuit. Ami hát az jobb volt, mint a Rivals. Bár azért valamennyire újítást kapott. Viszont azért a 15-es NFS-ről ne is beszéljünk. Úristen, és még az a baj, az hátra van. Csak már úgy néz ki, hogy ez nem idénre. De majd. És... jött a Payback, ami eléggé vegyes érző. Bassz! Ja, hogy kiütöttem, nagyon jó. Szóval, hogy ott a Payback, ami ugye vegyes érzésű lett. És ott a Heat, amire egyébként azt mondják sokan, hogy na az lett a legjobb tőlük. Hogy mondjam? Nem volt rossz. De ez az, hogy... kicsit egyszer játszós volt az is. Még talán a Payback nem. Payback-en gondolkoztam, hogy na lehet, hogy azt egyszer végigviszem majd, csak úgy magam megint. Na de például a Heat az nem olyan. Nekem problémám ez a... hogy gyakorlatilag repeszt az autó 200-al és nem érdem a sebességet. Nekem ezzel bajom van. Hogy ugye ez nem fekszik így. Meg marha rövidről volt a sztoria, tehát tényleg az volt, hogy ez gyorsan ki lehet pörgetni, és ha eléred azt a szintet marha gyorsan,
mert szintől függően adja amúgy a missioneket, a story missioneket. És hogyha eléred gyorsan azt a szintet, amit basszus kulcs gyakorlatilag el tudsz érni azzal, hogy elkezded, mint a hülye gyerek nyomni az éjszakai módot, akkor technikailag már ott is vagy. 4000 forintot megérne kockáztatni? Figyelj, egyébként azt tudom mondani. Na, ami tényleg szerintem, na most kivételesen tudom mondani, ez egy legjobb üzleti modell. Ez, amit az Origin is használ, mint kvázi olyan, mint a Microsoftnál ez a Game Pass és ilyesmi. Hogy van egyfajta ilyen havi szolgáltatása, ami, nem tudom, már azt hiszem, várjál, pont 10 euró az, ami olyan, hogy végig tudod gyakorlatilag vinni a játékot. Azt hiszem a 4-5 eurós az 10 órát ad, de hát az annak éri meg, aki kurva gyors meg tudja csinálni a játékot. Tehát aki először játsz végig, annak nem éri meg annyira. De arra mondjuk jó, hogy ki lehet szimplán csak próbálni. Viszont a 3000-es vagy 3-4000-es izével meg ugye végig tudod pörgetni. De most azt, hogyha megveszed gyakorlatilag a játékot, hát figyelj! Gondolj abba bele, hogy én a full árát adtam ki a játéknak. Na, közben akkor 14. Tornament ráadásul. Ez egy 5 versenyes point-to-point, és csak is kizárólag az Aston Martin-nal mehetek. Na, az jó. Viszont, ez jól néz ki ebbe a színbe. Tehát én úgy adtam még ráadásul ki full árat, hogy tokosan van meg. És járt hozzá pre-order cucc, tehát ugye pre-orderbe rendeltem meg, akkor járt hozzá a Mitsubishi Lancer. De ugye, ha neked is újra jömlik, mert te is ugye láttad a végigjátszást, hogy kvázi a Lancert még akkor nem is kaptam meg, amikor már amúgy megvolt a játék, meg minden. Később küldtek el, küldte el a bolt e-mailben két különböző kódot. Tehát gyakorlatilag kétszer kaptam meg aztán azt az autót, és be lehetett váltani. Mondjuk így belegondolva, akkor igazából megtarthattam volna egy kódot. Akkor legalább Balázs neked lett volna jó esetleg így egy ilyen kezdésnek. Na mindegy. Várj, viszont most azt veszem észre. Se hang. Várj, ez ilyen verseny volt. De lehet, hogy a point-to-pointnál sok minden nincs. Ez azért lett meg. Szóval 4000 forint ezen nem olyan nagy rész. Igen, úgyhogy például én is azt fogom majd aztán későbbiekbe csinálni, és majd aztán jövőre is az új NFS-nél is azt fogom csinálni, hogy majd ilyen izével fogom majd nyomni. Ami tényleg ilyen 3500-4000 forint. Euróba számolva. Ami nem egy nagy pénz, és hogyha tényleg rohadt jó volt az NFS, és azt mondom, hogy na fogok vele még későbbiekben még egyszer játszani, egy elővenni meg minden, akkor majd későbbiekben olcsóban megbeszem, akár tokosan is. Na. És ez nem döglött meg? Ja, de megdöglött, mert most meg az utcára kifutja. Yay! Igen, és ott volt egyébként ez a elkerülő, amit lehetett volna használni. De csak sikerült azért ezt az útzárat elkapnom egy picit, pedig nem éppen így akartam. Na igen, egyébként a lényeg az, hogy na, túl nagy eresztést ne várja a játéktól. Sajnos nem olyan nagy dolog. Nem volt rossz, csak nem egy nagy dolog. Egyébként a híd. Erre visszakanyarodva. És nem fors az irányítás modellje egyébként, hozzáteszem. Nincs ez a breakthrough drift, mint a 12-es NFS-nél. Meg ilyeneknél.
hanem megvan azt hiszem az, hogy 200-as is be tudod venni a kanyart meg ilyenek. De be lehet egyébként állítani a Brake to Drift irányítást is, hogyha valakinek az bejött. De az már nem alap eleme. Akkor ezt nem jó, hogy tudtam kerülni. 31-9, let's set another roadblock. Copy 31. Ott a pálya vége. Neki ment egy civil autó, szerencsétlen. Na, és még pont itt a végére kinyírtam egy rendőrt. Nice. Mennyi volt az idő? 3.33, 26. De röhögtem volna, hogyha 3.33.33 lett volna. Nézd, én megy a felvétel útközben, vagy hülye voltam és elfejtettem visszanyomni, de megy. Jó van. Jaj ne! De tudtam. Csoda, hogy egyetem megmaradt még a szélvédője. Hoppá! Igen, utána megy rendőr. Ezt így kellett csinálni. Főleg már csak ezért, mert rá tudtam baszni a rendőrt. Ja, hogy hoppá, én most nézem a térképet, hogy már valaki már jóval előtte van. Ez kemény. Vagy legalább jobb beelőztem, csak utána még jön egy rendőr. Az igen, de kitartó. Jaj, hát ez meg ilyen utánam. Itt ráadásul. Ez nem jó. Na hát ez... Azért ez jól sikerült, csak helyett jön egy másik. Szóval túl sokat nem értem vele. Már itt is van. Hohohoho! Hogy átugrottam azt a furgont? Na, kiütöttem magát egy taxival. Yay! Hát ez nekem is jól sikerült. Ilyen helikopáter megint. De majd a pálya vége. Aztán is gyors volt. És ez durva, hogy nem látni az időt. Hogy miért? Újjúj! Jó van, hát ott úgy látom a többi játékos szopatja amúgy a hordó, nem baj. Megnyertem, eléggé könnyen. Azt kell mondjam egyébként, most így, hogy játszom már hetedik alkalommal azt a játékot, hogy tényleg egyébként sokkal jobb, mint a PC-s változata. Szerintem. Nekem jobban tetszik ez. Komolyabb. Jobb. Kinézetre is. Élményre is. Ez jobban adja.
13 County, turning on a speeder that just flew by me. County all patrol, 19 attempting to overtake a vehicle. 19 County, vehicle not stopping. I'll be in pursuit. I copy 19. 19 County, we're gonna need extra units. By the S-curves. Boom! 19 County, it's another car. 19 County, I'm out of it. Meglopta a furgon. Has the sergeant been advised? All units, stand by for a supervisor. Nine all units. What do we have here? 54-9. Vehicle is a green Aston Martin Vanquish. He's not stopping. I'll be in pursuit. 54-9. Request permission to use a roadblock. Yeah, because the leg had to use that. Get the barricades up. 54 County, out of it. Akkor pont megint ugyan ki, hogy ugratok. De azt hiszem meg lehet ezt csinálni, hogy így fogom, azt így kerülünk ki. Most kivételesen átugortam volna. De nem baj, ez egy nagyon jó taktika. Érdemes használni. 28-9. Nincs csak ott egy taxi. Bácsa meg! Kész. Kiütöttem. Itt bejön a helikopáter. Na de most nem fog becsapatni. Haha! Én inkább itt megyek. De a közben úgy zár van. Ami ez hát érdekes. Persze, hogy megfogom. 54-9. Várjál, jól látom, na ez most már lehet, hogy a hús is rendőr. Nagyon húsos. Széles rendőrbe. Bazd meg erre, ezt én kapom el ezt az autót. Ki a taxi meg bazd meg izé elém ilyen, hát ezt nem hiszem el. Most mit mutat az út zárat, ami amúgy... Azt az újat mutatja. Bacca meg! Anyád picsát, nézd már oda, hát megnézzük. Ne basz fel. Ez beelőzött. Ó, oh, bad. Jó, látom, ő is beszokta. Ó, oh, ba. Na hát, az szép. Új, új. Új, új. Morehebbi baj lesz. Hát hallod, és ezt most nem én kaptam el. Az Isten szerelmére, tehát most annyira nem piszkálja egyébként a többieket, bár fene se tudja. Na de nézd meg ott is ott az egyiket, az Isten szerelmére. Jaj ne! Úgy né. Isten, de füstöl az autón. Csak rakétát megküldjön, légy szíves. Hogy rohadjál le! Direkt ezt mondtam. Na hát még szöges útzár, hát ez egyre jobb. Megdöglöni készülök most? Nagyon úgy fest. Na ez az igazi. Rohadt nehéz egyébként. Na várjál, hogy van? Azt látom, hogy na ott a szélén van a... Ja, de ez nem szöges útzár, te! Ezt most fogom, itt a szélénél fogom meg. Ja, hogy az, dehogy nem, az szöges volt. Rohadtul nem látszódott. Kis cselesek, akkor megfordult.
És az, hogy you won, you survived. Tehát ezt most gyakorlatilag túl kellett élni, ezt a versenyt. Na nézzük, hogy ez mennyire fog sikerülni, mert ugye ez most a negyedik verseny a 5-ből. Az 5 versenyes tornamentből. Jú, de rohadt közel volt! Király. Csak sikerült megfogni ezért ezt a pick-upot. Nice! Narancs... Aston az kiütötte az én rendőrömet is. A sajátjával együtt. Na, most úgy látom, rendőrök nem nélkül akarnak jönni, pedig szerintem már a fele megvan. Csak jól láttam akkor a térkép alapján, hogy valaki még ilyen utánam. Használva azt az útvonalat. Na, ott viszont egy rendőrt fogtak, ha jól látom. Na persze, jó van, és akkor egyben is tűnt. Most én kapom a rendőrt. Akkor fogadjunk, hogy jönnek az útzárak, meg ilyenek. Yes, juuu! Hát nem csodálom, hát gyakorlatilag még pördített egyet azon az SUV-n. Jej. Fogtam egy taxit. Meg majdnem egy SUV-t is. Ufan. Na itt a rendőröm. És hát negyedik csillag. És akkor most már jönnek az útzárak. Már majd. Tessék. Mihelyest kimondtam? Egyből. Kipörgettem egy picit. Nem telhet el egy verseny útzár nélkül. Baszod, hogy bejött elém. Jaj. Kukormányoztam. 54. I'm gonna try a bet. Jeez. Hát jeez bizony. 46.9.
Jól láttam, hogy amúgy szerencsétlen forgalmi autós az így neki ment a rendőrnek. Itt a cél. No! Buzifa! Nem dönthető ki. Hát majdnem elbuktam azért a fenébe. Jó van, hát beérek a célba, érted, és erre egy felém erőszakol egyel. Na és hát akkor utolsó verseny. Lehetne még ilyen sprint verseny. De jók. Csak, hát nem lesz. Nagyon. Körversenyek lesznek és szopósak. Erre lehet majd számítani. Ez nagyon megérte, hogy elém jöjjön. Hát nem is, neki is mész annak az egy autónak. Ez az, kapom a következőt. Már is? Na már elértem a 4 csillagot, hát persze, hogy már is. Hát azt nézem, hogy itt várjál, nem pont az év alatt ez a bányás rész. De... majdnem. Ugye előtte itt a izé volt. De azt nézem egyébként, az gurva, hogy ezeknek a sprint versenyeknél még visszapillantottuk versenyt sem. Nem baj, így is átra tudok nézni, mondjuk sokszor csinálom ezt. Hátra nézeget. Bár mondjuk ilyenkor izét mutatja, pont mint a High Stakes-be. Mondjuk nagyon jó volt ez a kamera nézet, amikor így mutatja a mögöttem közelebb eső autót. Hát nem kaptál annyira, hogy neki engem teljesen meghalljon. Meghújjon. Úgy zár. Shit, man. Hát, most mit mondjak erre? Nagyon ügyes volt. Következő rendőr. Ups, ez meg már daválja a hordókat. Ujjjj! Na, lehagytam közben az autót, helyett jön a helikopter. Hát ez sokkal jobb. Ez az. Igen, tessék, ott a furgonosnak annyi. Tudtam, hogy belül kellett volna, nem baj. A bóját elkapom egyébként olyankor, az nem gáz. Tehát inkább a bóját kapjam el, az egy leheletnyit lassít. Neki még a rendőrnek az viszont rosszabb. Úgy irányíthatatom egy darabig az autó. Ha közben a rendőr kapta meg a rakétát. Ups, közben. Igen. Ijjjj, robbanó hordó. Ops, az meg egy rakéta lett volna, hát hello.
Júj! Mekkora genya volt! Hogy kikerült el? Kész, ott megkapja a robbanóhordót. Ez mennyire felgomba volt már, hogy ezért befékeztem izomból a szöges útzerőt, és így... Ha! Jóló. Az a baj, nem voltam benne biztos, pedig akkor jól tudom, hogy ha a szöges mellett megyek el, ott van rés. Csak nagyon közel kell menni a falhoz, korláthoz. Mert ott a rés. Hirtelen ebben nem voltam biztos, hogy egyetem, most ez még tényleg így van-e. Eddig úgy tapasztaltam, hogy de. Tudtam, hogy a rakétát fogja küldeni, ragadjon meg. Hallod? És a cél előtt bazd meg ott az útszer. És ez szöges. Aha. Megint a szélén kell menni nagyon. Ezzel mondom, igen, ott a szélénél. Ott, ahol a szöges van, ne kell hallgatni, mit mond, hol a szöges. Nagyjából ott ki is lehet kerülni. Ott van egy rés, és akkor ott ki lehet kerülni. Na, megvagyok ezzel a sorra, jön a 15. 5 versenyes tornament. Itt vagy a Ferrari 360 BMW Z8, vagy Aston Martin V12-vel kell menni. 2 körös verseny, és 5 van belőle. Na, a Z8-assal nem voltam, de viszont a 360 Spider-rel, ja, azzal voltam, na. Viszont a Z8-assal nem voltam viszont, úgyhogy most akkor ezt veszem elő. És utána akkor majd meglátjuk aztán a következőnél, mert úgyis lesz ez majd. Hogy akkor majd melyiket használom. Vagy melyiket kell használni. Most megint nem látni a izét. Ja, azért, mert el lett nyomva. Ah, I see! Véletlenül elnyomtam. Hihi! Most már értem. Szóval láttam volna a dolgokat, ha nem nyomom el, véletlenül sikerült elnyomni. Jó van. Nem baj, nem baj. Érdekes volt így is. Hosszra egyébként nagyjából ugyanannyi lesz, mint az előző tornament, anyád. Csak ugye annyi a különbség, hogy még ugye egy sprint versenyekről vesz, vagy hát ugye az előző ugye sprint versenyek voltak, ami az adott ki ilyen 5 percet. Most meg ugye körversenyekről beszélünk, ami az ad ilyen 5-6 percet most ilyen 2 körével. Ugye viszont azért ez az Z8-as, ez nagyon csúszós. Szárkolós nagyon. Úgy zárat mutatja. Kimentem a kis kompaktnak. Jaj, yeah, jön az útzár. Utána mindjárt jön a helikopáter. Na nézzük, hol lesz rés. Na, pont ahol a rendőr van. Jó. Hát ez kárnyal vicces lesz. Nem megoldhatatlan. Ah, mondjuk így az anyád picsáját. A buzi kompakt most meg jön felém, aztán ide pont ott, ahol a rés van. Kész, taxival kinyíltam. Jaj, még egy útzár, igen. Teressük az útzárat. Ez az, és még a helikopter is ilyen király. Egy fogunk dögleni a rákba most az utolsó körben.
És az olyan, amikor a rakétát így ugrod át. Egyszerűen fenomenális tud lenni. Most azt nézem, hogy ez olyan helyen van. Ezt kikerülni sem nagyon lehet. Vagy de. Jaj, ott a társad menjen annak neki. Nagyon király. Kettőt kiütöttünk. Hoppá, de elpattant. Az az egy hordó. Micsoda szerencse. Jajjaj! Tudtam! Hallod, és még másodjára is kifogom. Hoppá, de meglökött a rendőr azért a fenébe. De bacós volt. Na, azt a rendőrt ki is ütöttem. Meg ki is hagyom az útzárat, ez nagyon jó. De hogy elkezdett ott izé nobni, pörögni? Jó, hogy de tudtam! Jön a rakéta. Nem! Bazz meg! De viszont a többieket is megszopatta. Nem, ez meg beelőzött! Nem előzöl be. Úristen. Jajjaj. Na várjál, azt látom egy helikopter. Az nem tudom mi. Az meg szöges. Nem bossza meg! Á, be fog előzni már. Részhez kapok. Mindegy. Tornament. Úgyhogy igazából még úgyis van még 4 verseny. Úgyhogy ezt most behúzta. Mákkal. Bakker pedig, hogyha jól ki tudtam volna kerülni egyébként az útzárat, hogy nem kapom el még picit az autót, akkor technikailag tök jó lett volna. Mert... beértem volna elsőre, és amúgy tök jó volt az elkerülő. Ez most az a helyzet, hogy ezt a versenyt viszont most meg kell nyerni. Na, rendőr, sehol. Jéj!
még egy kicsit rendőrmentesek leszünk. Eddig. Úgy elém jött. De jó bele vezetett. Nagyon jó, most már megvan a negyedik csillagom, most már jönnek a pincerek. Igen. Csak mondani kellett. Méhes négy csillag, egyből jön az útzár, a helikopter, minden anyám kínja. De ha megint a végénél fogom bebukni, én elsírom magam. Áh, nem mennek ki a izésziklának, franc. Én most rakja le az útzárat, amikor már itt használom a rövidítéseket. De egy szemét. Baj, kikerülöm. Bob. Na, ennyi. Nem vált be az első útzár, kiütöttem egy rendőrt, na a helikopter kész, pont. Nincs mese, itt döglés lesz. Mindenki meg fog halni a rákba. Na itt is van. És ez az, meghalunk mind. Anyád! Egy Busted-et sikerült elkapni. Mi az a baj, hogy én ennél a kanyargós résznél, hogyha jön a rendőr és izé pont a... Az igen. És pont a... Belső? Hát nem. Hát mondhatni, de. Na mindegy. Jó helyen van. Rá tud kapni. Ilyen téren ez a kanyar, ez rohadt szar. Na most is így nem sok esélyem volt, hogy egyáltalán hárítani tudjak. Tehát miért hárítani akartam, itt már elkezdtem tolatni egyből, Bastin. Végül, úgyhogy jobb vagyunk. Ja, igen, illetve most már helikoptert nem kell tartani. Az útzártól sem. Tehát, hogy most már a vége fele vagyok. Na, meg ki is ütöttem a rendőrt itt a végére. Na, megvan az első hely. You're the tournament leader. Na, akkor következő. Ja. Hagyjuk. Ez is sokkal jobb.
Beszopattam a Ferrari-t. Király. Subject in sight by the mountain peak. 27-9. Request permission to set up a roadblock. Neki mehetett volna, anyád. Get the barricades up. 31 County. Roadblock is being set. County all patrol. Roadblock is in place. Na, legalább a rendőrömet kiütöttem. Csak sajnos ott az út zár. Igen, és megint első körben vagyunk. És már út zár, úgyhogy is nem sokára jön a helikopter is. Na, hol is van az út zárnak a lyuka? Mármint a rés. De a legszélén, úgyhogy ijjjj. Így megyünk. Na, ezzel a lendülettel ki is esetett volna, mert neki ment a kis erde hátulnak. Tehát azt mondta, hogy nope, én megyek tovább. Meg se kottyan. És helikopter, most már hallom, hogy jön. Az meg neki ment a kerítésnek, jó van. Őső? Jó, csak nem láttam rendesen, hogy... Aha, őső. És most meg nehezen elértem a top speedet. Igen, jó. Igen, azért ez a hordó az kezdett felém gurulni, aminek annyira nem örülök. Ne, kihagytam a... Ne! Nem akartam kihagyni. Most beszopattam magam. Most itt fogja dobálgatni a hülye hordóit. Mondtam. Még ráadásul bazd meg rossz irányba is megy. Hát én ezt nagyon nem hiszem el. Ez az. Bontjuk a táblát. Na, hát ezzel a lendülettel szerencsére megdöglött. Nem! De piszok volt. Egyből küldte a rakétát. Úristen, ez 4 perc volt ez a kör. Még baszkin lesz még egy. Ez kurva hosszú. Hogy az a... Na, tudjátok, ezért mondtam, hogy igazából hallgatni kell, hogy mit mond, hogy hol a szöges. Ki lehet kerülni. Be ne szorítsál már, könyörgöm. Na, hát ez szuper. Beküldi a rakétát, ami beküld egy hordóra. Ez az. De ki is ütöttük ezzel a rendőrt amúgy. Vajjáj. Tök jó, hogy ilyenkor a csapattársaimat is szopatni tudom ezzel. Érhet ugye a versenytársaimat.
Ne küldjél rakétát, légy please. A kurva szádad, de most mondom, hogy ne küldjél rakétát, please, erre szarik a fejemre. Úristen! Hová mondom, szopatás a köböm. És ez megdöglött, amelyik ott parkolt, mert ott robbant gyakorlatilag egy hordó. Na most fog rakétát küldni, figyeljétek meg. Mondtam. Na most már nincs rendőröm, most már a helikopter engem fog piszkálni. Vártam, hogy mikor küldje a rakétát, mert eléggé úgy tűnt. Megpróbálok most már kerülő úton menni. Főleg, hogy amúgy úgy zár van itt. Még azt nézem, hogy eléggé hosszú útvonala van ennek. Na, lehagytam a rendőrt. 27-9. Most azt mondja, hogy ez jobbra van. Ez hogy fog tudni kikerülni? Aha. Jó. Tehát igazából valahogy nagyjából úgy, ahogy a taxi van. A járdát használva. Az konkrét! Következő rendőröm. Most az a baj, hogy ezzel a kocsással az a baj. Nagyon remélem, hogy ezzel nem veszítek. Nem, jó van, meg lesz. Köszönöm, hogy jön mögöttem viszont egy autó. Meg most már rendőr is van. Az utcár meg arrébb. Mondtam már, hogy amúgy ez egyébként a harmadik versenye az ötből? Azt mondja, egy kör volt 4 perc, ez 8 perc 34, nice, ez két körös volt. Azért ez hosszú. 5 perc és akkor érted, két körös, egy kör van, baszki 4 perc. A rendőrüldözés miatt. Ezt nem tudom miért csináltam, de semmi értelme nem volt ennek. De összejött. Na ellenben ezt a kanyart, ezt sose tudom bevenni. Nem halt meg, te ne vinné el. Az igen, hogy kikerült ott a fánál.
Na, jó, hát elértük a négyes csillagot, úgyhogy most már utzár és helikopter. Na, azt nagyon jó helyen adották, ne? Hát oda nem megyek. Oszlop! Bum! Let's try setting another roadblock. Copy 54. County all patrol. The helicopter is airborne. Ja, és igen, most már megindult a helikopter is. Jön a cicere time. Ha hülye hordó, ha hova az anyag lesz? Ezt nem igen tudtam kikerülni, de nem baj, még így is egész jó volt. Azért az kemény, hogy kikerült itt a hordókat. Nem kapta ugye. Még itt a fákat se. Imádom, hogy van nitrójuk a magyar rendőröknek. Na hát, ott meg a kéta. Baj, így is jó. Ups, hát ez... jó lett volna, de hát... nope. Kimarad. Igen, de nem akar egyébként ez mögöttem meghalni. Végre. Ú, ezt meg éppen, hogy ki tudtam kerülni. Úgy figyeltem egy egyetem, mit mondtak, hogy hol van. Na, közben neki is ment a izének, kis autónak. Bazd meg! Kétszer rohadt nagy mákon volt, hogy pont fölém attant. Szobra? Húha! Pont a belseje. Ne! Hogy rohadjál meg! Király. Hát meglettem csípve. És baszad érted az utolsó körnél.
vége fele. Hát ezt nem hiszem el. És fogadjunk a... Igen. Ferrari is húzott el jobban. De itt bezzeg nem üldözi senki. Most tök jó, mert most behúztam két kört, aztán most megint ő is behúz két kört. És az utolsó verseny fog eldönteni, hogy hogy lesz. Hát ez király. De most arra vagyok kíváncsi, hogy viszont így... Líder vagyok. Na, az komoly. Várjál, hülye vagyok. Én nem. Nem. Az elsőt ő húzta be, aztán a következő kettőt én, és most megint ő, és most ugye igazából itt azért mondom, hogy na itt fog eldölni itt az utolsó versenynél, hogy mi lesz. Na, ha behúz, én elsírom magam. Ott bújk el a bokorba, mekkora egy szemét. Na, gyere vissza. Első helyet meg most már nem húzod be. Szinte biztos. Az első helyet most már követelem magamnak. Különben elbukom a tornamentet. Ha elviszi az első helyet. Közben elvesztettem a rendőrömet, király. Még ettől függetlenül pedig kapunk útzeret. És a többi. Te, az a rövidítés lesz. Hát akkor erre mondom azt, hogy nop! Kapjátok be! Engem nem basztok át. The roadblock didn't work. 19-9. Let's try setting another roadblock. I copy 19. Annyira nem mennek itt. És most már helikopter is jön. De úgy érted, hogy most már két hordót lőtt. Nem az meg közben a Ferrari is már jön. Azért ezt nem hiszem el. Nem, az a helyzet, hogy itt most az elsőjét nagyon nem szabad átadni. Near the bridge.
Hallod, és még pont a izé? Ennyi. Kész. Meg is van. Király! Megvan a tornament. Great performance. You have just won the European Invitational Tournament. Congratulations! You won the race! Na, most hogy ez megvan. Jaj! Na, tehát hogy ez így, hogy megvan, mennyi van ez a 15-dik, úgyhogy fele megvan egyébként a játéknak, király, és most jön az Ferrari mi ez? 550-nel. 4 kört kell. Négy kört azért ez sok lesz. Mármint abban az értelemben, hogy most ezt egy húzamba nyomni rendőrökkel. Azért az sok lesz ám. Feketét beszakadtam, muhaha. Na igen, na, jaj ne, ez az a pálya. Igen, hát itt ez a kanyar. Inkább jövök itt. Ne szopasson be. De hál' is neki ment az autónak. Picit le is lassította. Én leráztam a rendőrömet. Aha. Majdnem neki mentem csak úgy. Én csak úgy nem akarok kiütni egy rendőrt. A sajátomat maximum. Hát az a helyzet, hogy nem sokára most már jön a... az útzár és a helikopter. De úgy néz ki, megint neki ment egy autónak. Még most megúszom is, hogy az első kör egy kicsit nyugisabb, hogy így mondjam. A következő kör már rohadtul nem lesz az. Nem tud elindulni. Ez jó. Ott is maradt. Igen, ezt meg lehet csinálni sajnos, hogy így be lehet szopni. Neki menni a sziklának. Csak hogy ha sikerül így elmérned. Na, már meg is van a negyedik csillag, úgyhogy most már nem sokára jön a lúzzár.
inkább itt megyek a szélén. Easy. Most már úgyis kellőképpen lemaradt, úgyhogy teljesen jó. De odébb van. Le is hagytam. Ez jó. Na, akkor az ünnézpény viszonylag csendes lesz még. Darabig. De már akkor úgy néz ki, hogy a harmadik körben már akkor kapni fogunk nyalánkságokat, mint úgy zár. Beszarok, hogyha össz négy körön át nem lesz se helikopter, se úgy zár. Mert ezt nehezen tudom elhinni. Még azért ezt a négy csillagot, ezt nagyon gyorsan elértem. Tehát nem azt mondom, hogy olyan ultra sebességgel, mint eddig, de azért sikerült. Imádom ezt a izé rádió beszélgetést. Jel vannak. Ez az. Wow! Itt valami történt. Láttam a térképen. Hát kiütöttem itt egy rendőrt, random mód. Csak sikerült. Még azt annyira nem akartam. Jó, legalább lelassítja. Tényleg amúgy nem ad be útzárakat se helikoptert, úgyhogy ez elég csendes lesz. Úgy nézem. Ez egy picit könnyebb. Viszont a fekete az nagyon jön utánam. De persze megint, hát ugye a rendőrök csak engem üldöznek. Na, valamelyiket megállította? Lehet, hogy a ritket sikerült. Nem láttam a kiírást. Egy rögdös. Bum. Ott a szikla, jön a következő. És hallod? A rohadt form, érted, megfog. Ez a kiálló része. Azt meg nem sikerült kiütni. County, commencing pursuit. Vehicle is a silver Ferrari 550 Barchetta.
Egy másiknál ez meghalt közben. Az én rendőröm volt. Igen, ez a durva, hogy van kettő ezüst. Egy sárga és egy fekete. Na, a rendőröm megint nincs. Nem baj. Azt annyira nem sajnálom. Itt olyan szar helyen van, hogy kikerülöm. De most az ellenfelemnek sincsen rendőrje, hát ezt nem hiszem el. Fel sem egy rendőr. Na, ha így megnyeri, akkor csalásnak minősítem. Bundának. Már azt nézem, hogy amúgy ez a fekete, ez nagyon jön utánam. Na. Ennyi. Levertük a rendőröket, most már nem fognak üldözni. Most már csak azt kell elérni, hogy ne basszam el indokolatlanul, és előzzön be valamelyik. Na, és most már el tudnak kapni, ha akarnak. You've completed this event. You beat the track record. Az igen? Ez nagyon jó. Még ilyet is sikerült összehozni. Na, 17. Ferrari 360 Alpine, point to point. Ó, ez viszont időre megy. 6-10. És ez NFS Edition-es, tehát ez nem kabriós. Modena. Ja igen, Modena. Na nézzük akkor, na ez kemény menet lesz. Közel egy 6-10-es időm van. Aha, izénet tették az aknánál. Azon az útvonalon. Mi ezért jó, mert most pont nem tudtam az aknát bevenni. Így rábasztak. Na, közben a helikopter is megindult, hogyha ez azért lesz vicces, mert most már tényleg innenstől kezdve csak engem üldöznek. Több rendőr, helikopter, kell lennie több.
Hát amúgy eszméletlen jó az autó. Az anyátokat! Rövidítésbe akartam venni, de hát ez nem olyan hagyták. Egy autó kiütve. Most ilyen, melyik oldalt lesz jó? Pont ott lenne jó, ahol most az a rohadt autó ott van. És akkor megyünk itt középen. Ezt most én így bevállaltam. Nice! Hogy megdobtam. Legalább látom, hol az utcár. Jó messze amúgy. Na, ott egy forgalmi autót azért megrepítettek. Na hát, és ezt megszopom. Ez a furgon nagyon jó helyen van. És ezt a rendőr kapta. 70%-nál tartok, és van 2 percem. Jajjaj! Nézzem, igen, eléggé fos helyen van. Nem, hogy rohadjál meg! Nem belevezetett a hordóba. Igen, azt nézem, hogy nálad most eléggé fos helyen van. Én ezt nem lehet kikerülni. Jó van! Elrohagyja meg ezt, meg nézd meg, nem enged, hogy izé bemegyek a rövidítésbe, de hát hallod, na ezt ekkora mákot behúzni. Szerencsétlen. Kapja az ívet. Bal oldalt. Ezt várjál, bal oldalt. Hát ez szar helyem. És van helyem? Kurvára nincs helyem. Csak lehelletnyi helyem volt. Hát épp hogy. De közel volt. Impressive driving. You have just won the Ferrari 360 Alpine point to point. Na. Azt kell mondjam, hogy na azért az a szöges útzár kikerülés, az nagyon gyönyörű volt, mert tényleg eléggé úgy nézett ki a dolog, hogy nem lehet kikerülni, csak úgy, hogy neki megyek a rendőrautónak, de hát erre kirobbantott a basszus kulcs a helikopter egy hordóval. Na, közben Mustangot fogok vezetni, úgyhogy most rendőrözünk egy picit. Ami jó. 17. 18. County all units. Attempt to locate racing vehicles. Commencing pursuit. Vehicle is a blue Aston Martin Vanquish. 31 County, in pursuit. Vehicle is a yellow sports car. No. Copy 31.
kicsit megelőlegezzük a dolgot. Tök jó becsúszott. Csak most az a baj, hogy rohadtul messze vagyok, mert ez nagyon nehezen akart meghalni, megadni magát. De most mire utolérem őket, hát azért ez szép lesz. De most ezt komoly baszod? Ez is megvan, és akkor van még 100 másodpercem még az utolsó tutal érni, és így megvérni. Gyorsan requestelek én itt mindent aztán, bár elmehetek ezeket plusz el, ha nem requestelsz, de hát inkább. Ebben a játékban nem azt nem szor az a plusz. Azta! Kész. Ennek esélye sem volt. Congratulations on a job well done. Ennek úgy neki rohantam, meg mentem, meg estem, meg minden. Na, 19. BMW Z8 Tropical Time Trial. Na most eléggé sok time trial-t ad, úgyhogy ez viszont jó. Time trial-ok azért viszonylag jók. Na, és akkor... Ez kicsit cink lesz a pálya. Na de hát, meglátjuk. 4.15-ös idő. De hát ez simán megoldható. Ilyen 3.25-ös időt nyomta. Bár mondjuk rendőrökkel azért kicsit több idő szokott ez lenni általában, de hát meglátjuk, hogy mennyire sikerül. Most ugye csak a rendőrök lesznek itt most a zavaró tényezők. De ez igen. Még lement egy perc. Ja, hülye vagyok, mert ez time trial. Mondjuk most már van rendőr. Tehát nem sprint verseny, hanem izé time trial, ami szokott lenni, hogy próbálkozni kell. És akkor most már jönnek a rendőrök is. Egy nehezen. Requesting backup. I'm near the village.
Hoppá, most már jön nekem. Nem akarok második kört. Menj innen, hülye taxi! Anyám, ne szabotáljál még te is. Egy kör elég, aztán viszlát, nem kell három, hogy szakadjatok ki meg. Nagyon jó, itt van két rendőr. Ezeket itt fognak szabotálni. Jó lenne őket lerázni, csak az a baj. Ugye amennyire látom, nem nagyon akarják ezt. Na most, ha jól látom, csak egy rendőr. Ah, egy rendőr van csak. Nem nagyon akar megdögleni. Egyik meghalt, hol van? Miért van olyan érzés, hogy szerintem ebből lesz egy második kör is? De nem olyan biztos. Már azért elég itt vagyok a vége fele. Jó, meg is van. Király. Ez csak egy 4 perces időre sikerült összehozni. Ennyi különbség, de hát ugye látni, hogy amikor rendőrök jönnek, akkor azért kábbé dobni pár másodpercet. Excellent. Na, US Invitational Lap Knockout. Na, és most viszont Viper versus Corvette következik. Na, és hogyha már a hasonló jelmenetben Viperrel voltam, akkor most viszont a Corvette fog következni. És ebben az esetben jó lesz nekem a sárga. És ez Lap Knockout. Mennyi van? Ezt nem írja. Viszont négyen vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy háromkörös. Úgyhogy viszont jönnek a Corvette rendőrök. Várja, azt nézem, hogy három Corvette van és egy Viper amúgy. Igen, micsoda kiosztás ez. Beblokkolt azért. Már jön is utánam, az durva, hogy kiforgattam amúgy. Na
Azt hittem, hogy ugratni fog egyet a lépcsőn, de rögtem volna. És mekkora poén lett volna. Ugrat egyet a lépcsőn. Jó, hát ő kiütötte magát, úgyhogy teljesen jó. Ja, megvan közben, megcsináltak az utcárat. Az igen! Tehát ott azért ezen a résen csak megfogom az autót. De ez akkora buziság ilyen szempontból. De neki megyek a rendőrautónak, csak egy lehelletnek is, mert akkor is így el. És utolsó helyen vagyok, vattál el. Ez így nope, ez így elfogadhatatlan. De meg mit gyorsulsz, baszki, rendőrüldözés közben? Megy mányádba. Hát a Vipert azt nagyon tudok kéne érni, mert azért ez nem lesz jó, hogy ő meg így gyavában el van, mint a befőtt. Főleg így kiüti a rendőrt. Na, ott bekapta a hordót, és én is bekaptam a hordót. Király. Mint ahogy néz ki az autóm. Nézzük csak meg, hol lehet kikerülni. Igazából most majdnem mind a két irányban össze lehet hozni. És szépen is, hogy ami kijön, azt mondom oda. Te! Jó ég! Furgonos így repült. Fölöttem. Hol? Na hát az... Poscsi helyen van. Köszi, látom a helikoptert. Aha. Mind a két oldalt ki tudom kerülni. Jó. Jaj! Az igen, azért a hordó, hogy meglökött. Menjünk szépen neki ennek a fának! De miért? Az egész még az a durva, hogy még egy körünk lesz. Figyelj csak, engem ne vezessél a tábla felé, majd én vezetek oda. Bassza meg, az viszont... Aha. Az túl, azt nagyon úgy kéne megfogni. Hogy... Aszki! Honnan figyeltem, és elkapott a rakéta. Hallod, de nem hiszlek el. Ez szemétláda. És megy tovább.
Persze, bullshit, belevezet a hordóba és megy tovább. Az jobb oldalt van. Hol? Messze, az is. Ez is kanyar után ráadásul. Utánam. Hát azért ez knockout versenye javából. Vagy a rendőrök által leszel knockoutolva, vagy a... vagy az, hogy utolsó vagyis azért. Az a durva, hogy pont a Viper-es jön, hogy én megyettem. De most szopadsz? Jó van. Bekapta a helikopternek a szögesét. Jaj, csecs. Aha, közben megvan a szögesnek a helye. Igen, és legbelül nem lehet. Busted. Úgyhogy innenstől kezdve most már ezt meg kell nyerni. Akkor van szopó, hogyha én is beszopom, és busted van. Most már túl kell élni? Itt most már nincs mese, itt most túlélés. Ja, fenéked. Hülye vagyok, bocsánat. Mert neki is csak egy bustedje volt, úgyhogy most ő jön tovább. Csak ez durva, hogy ezt a 8 másodperc hátrányt, meg amit elkezdtem izé emelni neki, azt most egyből behozta. Nagyon jó, pont az izénél. Én akkor most megyek szépen a bánya fele. Arra. Na, azt nézem, hogy hát... Igen. Kicsit érdekes, hogy sikerült venni a formát, de összejött. És ott szopta be a rendőr. Úgyni. Úgy beszopattam, hogy belement a szögesbe a sajátjukba. Na, viszont jó tudni, hogy ilyen is van. Megyünk balra. Új, anyám. Azért ezt kikerülni. Rólt nehéz volt. Jó, még egy szöges. Úgyse fogja meg. De ez az, hogy annyira lögdös, hogy... Nem! Bassza meg pont a végénél!
hagyj meg! You fail! Szakadjon meg! Miért? Ez egy mély fájdalom. Istenem! Na jó, hát ez végszónak gyönyörű. Amondó vagyok. És szerintem akkor ezt itt zárjuk le. Ami azt jelenti, hogy a 20-ast akkor még egyszer megcsináljuk. Hát ez egyszerűen fenomenális, érted? Itt a végénél érted elbukni. Úristen vanyag! Ez hogy? Az Istenbe sikerült? Na mindegy. Hát, kb. Ahogy szoktam mondani, hogy általában nálam összejön a utolsó körben elbaszás. Na de így, még soha. Tehát ez van. Azt nézem, hogy következőnek viszont Porsche Challenge rész lesz, ami igazából itt is az van, hogy verseny lesz, igen, ötkörös verseny. Na mindegy, jó, szóval hát azért 20-as versenyt fogom akkor majd még egyszer megcsinálni a következő alkalommal, ami hát természetesen az majd a jövő hétre tevődik. Tehát holnap nem lesz stream, mint te tudni. Hogy jövő héten találkozunk a 8. részével a végigjátszásnak, és hát ugye látható, hogy most már azért haladunk szépen. Úgyhogy szerintem nem 10 részes lesz majd, hanem talán már csak 9, esetleg attól függ, hogy majd most a 8. részben hogyan sikerül majd produkálni. Mindenesetre köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten akkor találkozunk, addig is további szép napot, előre jó hétvégét, sziasztok!